Még zuhogó esőben 7 fokban is szívesen megmutatták a szekszárdi gimnazisták, milyen gyakorlatokat lehet végezni a Garai János gimnázium udvarán újonnan kialakított energiaparkban. Azt mondják, nem csak szünetekben mozognak majd itt. Az edzés, minden délután fogunk majd, ezt beszéltük a fiúkkal, hogy minden délután akarunk majd edzeni, és szinte bármit lehet itt csinálni. Meg főleg még lesznek majd bogzsák is, meg különféle ilyen kötelek, meg ilyenek, és nagyon jó lesz majd. A park összefogással épült meg, 4 szülő, köztük több ex-karaista fogott össze az igazgatóasszony és a testnevelő tanárok kérésére. Mondott egy összeget, és akkor úgy gondoltam, hogy ennek az 50%-át bevállaljuk. Heyman Józsefné, az iskola igazgatója, az átadón az összefogás üzenetértékét emelte ki, és azt, hogy a szülők első hívószóra a kezdeményezés mögé álltak. Azonnal igent mondtak, tehát ez egy olyan jó érzés volt, tehát látni is rajtuk azt, hogy gondolkodás nélkül, tehát ez egy csodálatos érzés volt. Az elmúlt 2 évben több fejlesztés valósult meg az intézményben. Új kosárlabdapályát építettek ki az udvaron, majd a parkolót, udvart és a járdákat rakták rendbe a szekszárdi tankerületi központtól kapott közel 10 millió forintból. A város pedig az intézmény fenntartható működésért tett sokat. Például néhány évvel ezelőtt ugye a napelemekkel szereltük fel a Garai gimnáziumot, ami jelentős mértékben csökkentette az energiaráfordítást a városnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a közös összefogás, amelynek keretében tankerület, a város, illetve a szülők megtalálták azokat a célokat, amiket aztán közösen meg tudnak valósítani, és el tudnak érni, ez mindenféleképpen előremutató és példaértékű. Az 5 millió forintból kialakított energiaparkban egy pingpongasztal is helyet kapott, amivel a kissé elfeledett asztali tenisz válhat újra népszerűvé a fiatalok körében a testnevelő tanárok szerint.